Nació vegán. Nem tudom, hogy mi volt abban a videóban, amit neked bejelentettek, de azt szeretném neked mondani, csak így, privátban, hogy ez nem így megy. Nem ilyen egyszerű, tehát hogyha már letörlik a videót, akkor annak valami nyomós oka kell legyen. Én nem láttam ezt a videót, nem tudom, mi volt benne. Azt mondod, hogy ezzel a kutyaevéssel kapcsolatban osztottál meg valamit, és talán túlságosan, hogy mondják ezt magyarul, hogy olyan volt az index kép, ami viszont, hogy mondjam, tehát felkavaró, na, grafik, content. Tehát ez benne van ugye a YouTube-nak a szabályzatába, hogy az indexkép az nem lehet megbotránkoztató, nem lehet közszemélyem sértő, nem lehet felkavaró, és hogyha ha ilyesmit csinálsz, akkor az benne van a pakliban, hogy tehát nem maga a tartalom miatt törölnek le, hanem mondjuk egy ilyen indexkép miatt, és ezért lehet is kap nézeit. Hát ilyen büntit. A másik dolog, tehát az, hogy a videó tartalmában mi van, tehát nekem is jelentgetnek videót, például megyek az utcán, ugye rajta bringán a GoPro, és akkor valaki elmegy az utcán, tehát így belemászik a képbe, tehát én nem őt veszem, de ő mégis belemászik a képbe, hogy megyek az utcán, tartom így a kezembe a GoPro-t, és akkor még így utánam fordul, tudod, hogy az meg mit csinál? Tehát tudod, mint a bunkok, itt falu. Mert nem láttak még ilyet. Tehát megyek és beszélnek egy kamerába, és akkor belebámul direkt a képbe, utána, amikor feltettem a YouTube-ra, utána bejelenti, hogy ő van a képen, és szeretné a letről, nem csak ilyenkor, ez nem úgy megy, mert általában arra szoktak hivatkozni, hogy személyes adatokat osztottam meg, és ez általában nem szokta megállni a hely. Mert a személyes adatok megosztásánál egyrészt ennek igazolni kell a személy azonosságát, személyigazolványt, mindent elkérnek tőle, e-mail címet, lakcímet, telefonszámot, mindent, amit el tudsz képzelni, anyja neve, apja neve, hon született, minden, és utána meg fogják állapítani, hogy az ő kérése nem teljesíthető, mert annak ellenére, hogy ő felismeri magát a videóba, az nem jelenti azt, hogy más számára is felismerhető. Tehát, hogyha ő igaz, hogy belemászott a pofájával a képbe, de ha mellette nem hangzott el a neve, vagy például a lakcíme nincs kitéve, vagy a bankszámla száma, vagy a személyi száma, vagy a személyigazolvány száma, akkor nem áll meg ez a vád, érted, hogy személyes adattal való visszaélés, tehát emiatt nem fognak videót törölni. Legtöbbször amiatt tudnak videót törölni, amire mindenképpen nagyon haragszik a YouTube, az a más tartalmának az engedély nélküli felhasználása, vagyis a szerzői jogi sértés. Én nekem, mikor trollkodnak a videóimmal, tudod, kiparodizálnak, mindenféle szírszarnak, bemutatnak, elmondanak minden trógernak, nem tudok mit csinálni, nem tudok belekötni a mondani valóba, mert ugye a mondani való az a szólás szabadságnak beletartozik. Tehát azt mond rám mindenki, amit akar, mert azzal a véleményét fejezi ki. Még akkor is, hogyha nagy közösség előtt mondja, akkor is ugye anonim módon rágalmaz, nem tudom beperelni. Viszont az ilyeneket úgy szoktam megfogni, hogyha egyetlen egy képkockát is kivesz a videómból, akkor én azt már le tudom töröltetni. Mert ha berakja azt az egyálló képet, akkor én belinkelem a videómat, hogy melyik videóból van, és bejelölöm, hogy újra feltöltött engedély nélkül az én tartalmamat, és szerzői jogi panaszt nyújtok be. És 2 héten belül azt a videót eltávolítják. Nem izélek én, hogy bizonyítsam azt, hogy amit ő állít rólam, hogy én tolvaj vagyok, vagy ingyen élő vagyok, vagy ilyen vagyok, vagy olyan szaralak vagyok, hogy ezeket én védekezzek ellene. Rendőrségen is voltam már, megmondták, hogy ezt nem tudom bizonyítani, ez ellen nem lehet hadakozni. Ezzel a véleményét kifejti, kész. De ha ellop valaki egy képkockát is a videómból, vagy egy hangot, felismerem a saját hangomat, akkor azt már lehet tiltatni. És szerintem neked is az lehetett, hogy mert nem láttam a videót, mert ugye le van törölve, már most utólag nem tudom megnézni, de bizonyára az lehetett, hogy beraktál képsorokat másnak a videójába. Vagy elég annyi, hogy a kamerát a képernyő felé fordítod, és megmutatod úgy, mert felismeri. És kész.
Na, ez az egyik dolog. Már, tehát ezt akartam mondani, tehát az, hogy ez a három csapás, ez nem olyan egyszerű. Nem ezek olyan forrón a kását, nem lehet csak úgy letöröltetni bárkit a YouTube-ról. Hát ennyi erő, hogyha ez egyszerű lenne, akkor én, meg Herbie, meg az összes régi videós már mind régen le lenne töröltetve. Ezt meg lehetne csinálni ilyen egyszerűen, ez nem így megy. Tehát nyugodjál meg. Most lehet, hogy te sértettél tényleg szabályzatot, de majd ebből most tanulsz. Nem kell ettől feladni az egészet. Főleg azért, mert kuriózum, amit te csinálsz. Kurva érdekes. Mert nagyon szeretem. És a másik dolog, hogy ha megfogadsz egy jó tanácsot tőlem, kommenteket alapból tiltsad. Ne legyen. Ne legyen komment. Soha. Semmi. Nyissál egy Facebook oldalt, amit tudsz moderálni, kontroll alatt tartani, mondjuk egy Facebook csoportot, hogy Székely Vegán Rajongói Klub, akármi, és azt te felügyeled, ott annak te vagy a teljes teljhatalmú ura. Azt hajítasz ki, akit akarsz, ott muszáj egy Facebook nikkel izéig beregisztrálni. Igaz, ott is vannak trollok, de kibannolod őket a gecibe, és soha többet nem tudnak megközelíteni. Aztán hadd picsogjanak, hogy nem lehet a YouTube-on kommentelni, hát le vannak szarva. Pontosan ezért nem lehet kommentelni, mert ilyen görények. Meg kell szüntetni a YouTube kommentet, csak az agyadra fog menni, meg az a céljuk, hogy elvegyék a videózástól a kedvet. A harmadik dolog, amit ezzel kapcsolatban mondani akartam, hogy az ilyen vallomásokat, hogy én most kijöntöm a szívem, hogy jó kibosztatok velem, kedves trollok, az ilyeneket sose szabad felrakni. Mert most hátradőlve, elégedetten dőlnek hátrajött filmkillerék, mert ők csinálják ezt, filmkiller, meg Blake, meg Patuska, ez a szent háromság, és most ők elégedetten dőzselik a markukat, és akkor látják, hogy te sírsz a videóban, meg szinte zokogva panaszkodsz, annál jobban hízik a májuk, ne félj, annál inkább be fogják jelenteni a videódat. Tehát azt, hogy téged zavar a troll, a soha nem szabad mondani. Nem, egyszerűen másról beszélsz. Beszélsz az életedről, ami történik, amit eddig is csináltál. Megmutatod, hogy hogy kell, mit tudom én mit enni, mangót. Az, hogy hány anyázó, meg fenyegető, meg e-mailt kapsz, azt nem mondani el sose. Mert ha valamit panaszként megemlítesz, biztos, hogy rád szállnak. 100 százalék. Na. Ennyit akartam mondani, nem akarom hosszúra izélni, mert nem töltődik fel a büdös életbe se. Na, ezeket fogadd meg, és nem kell parázni. Mondom, nyugi. Sok szerencsét.